Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a 7 Days to Die újabb szériája, ami egy kicsikét különlegesebb lesz, mint ami az eddig látható volt így a csatornán. Egy szériát már így ledaráltunk, és vannak terveim azzal kapcsolatban, hogy ezt a nagyszerű játékot hogyan tudjuk még magasabb szintre emelni, illetve milyen kihívásokat tudunk belepakolni, amivel ugye szembe lehet nézni. A játék rengeteg opcióval bír, én viszont most egyet fogok megfogni, úgyhogy most új játékot fogunk kezdeni, és igen, generálni fogjuk a játékot, ami fantasztikus lesz. Ugyanis vannak előre meggenerált területek, mi viszont, menjünk a másodikon, mi viszont egy olyan pályát fogunk most elkészíteni, egy olyan játékot fogok most reprezentálni, ami annyiban lesz különleges, hogy minden egyes héten, tehát standardben 7 naponként jön a horda, viszont ezt úgy csavarom meg, hogy minden egyes este jöjjön egy horda. És megnézzük, srácok, lányok, hogy így minden egyes nap egy hordával megküzdve egy éjszaka, meddig maradunk életben, meddig tudom a játékot húzni, milyen nehézségű hordával fogok szembenézni, és azt milyen módon fogom majd elhárítani ezt a veszélyt, hogy eljutunk addig a pontig. Úgyhogy legyen mondjuk horda minden két ível, mert az úgy jó, minden horda minden este, ez lesz így most a cím, mint a basicnél. Minden standarden hagyok, Blood Moon Frequency, one day, minden egyes nap érkezzen az a csodálatos zombi cunami, ami eláraszt minket, valamint még egyéb beállításokat. Loot respawn szeretném kivenni mindenféleképpen, nem akarok loot respawn, nem akarom, hogy a zsákmány az újra jöjjön a különböző tárolókba, azt annyira úgy nem nagyon szeretem. Drop on death everything, ez természetesen így legyen. Drop on keep nothing, igen, blood moon count, 8 enemies. Én ezzel a 8 ellenféllel szeretnék számolni, ezt fel tudjuk vinni egészen 64-ig. Viszont a játék ebben az esetben, főleg hogyha semmit nem pakolok be így az inventory-ba a kezdésnél, ez úgy eléggé kemény lesz. Talán felmehetünk 10 ellenfélre. 10 ellenfélre. Majd el fogom mondani közben, hogy ez miért lesz fontosabb. És ki akarom kapcsolni az airdropot. A cheat mód ki van kapcsolva, Mark airdrops ugye nincsen, ez teljes mértékben egyértelmű. Mindent 100%-on hagyok. És ezekkel a beállításokkal, hölgyeim és uraim, meggeneráljuk a pályát. És itt is vagyunk, szőrös kezünket végighúztuk a homlokunkon, és készen állunk arra, hogy szembenézzünk azzal a hordával, ami vár ránk minden egyes nap. Az első és lehető legfontosabb feladat az lesz, hogy keressünk magunknak egy biztonságos pozíciót. Nagyon jó, mert itt egy város mellett érkeztünk meg. Ez egy nagyon-nagyon jó pozíció, és ki kell választanunk majd egy olyan helyet, ahol a biztonsági zónánkat létre fogjuk hozni, ahol a bázisunkat meg fogjuk csinálni. Szedünk néhány gazt, annak érdekében, hogy itt tudjunk majd haladni. És az első feladatunk az, hogy egy bedrollt, egy ágyat kell készítenünk, és ezt le kell pakolnunk. Teljesíteni fogjuk a küldetéseket, ugyanis azokat az ingyen pontokat, amiket kapunk, azt mindenféleképpen szeretném felhasználni. Úgyhogy gyorsan el is készítjük ezt a bedrollt. Nagyon fontos, hogyha valahol meghalunk és van bedrollunk, akkor ott fel tudunk kelni, vagy pedig egy random pozícióba fog minket lepakolni a játék, ami kevésbé lehet kellemes. Követ kellene szednünk, valamint bogyókat is kaptunk. Tehát valószínűleg nincsen túlságosan messze a jeges terület. Lerakjuk ide az ágyat, felvesszük az ágyat és le is bontjuk, most nincsen rá szükségünk. Követ kell találnunk, ugyanis a következő az, hogy szerezzünk követ. Pontosan így van. Pontosan így van. És ez problémás tud lenni, főleg, hogyha nem látjuk normálisan a területet, vagy hogyha itt az úton nem található kavics, az nem lootolható. Ó, de van egy marárpészek, ez nagyon jó, mert nyilat is kell készítenünk, és tojással ajándékozott meg minket a játék. A kaja a játék első szakaszában lehet probléma. Lehet eléggé problémás, tehát ezzel majd mindenféleképpen azt már mindenféleképpen orvosolnunk kell. Hopp, egy kő! És ott van a második. A zombik nincsenek itt a környéken. Oké, meg is vagyunk. Megcsináljuk a baltát. Néhány másodperc, ez nem tart sokáig. És szerzünk egy kis fát, illetve még egy kis követ. Megnézzük, hogy ebben a szemétkupaszban van-e valami. Semmi! Ezeket célja szeretném verni, mert csontot kapunk belőle. A csontokból pedig csontkést tudunk csinálni, ami hosszú távon
abszolút hasznos lehet, valamint ez még egy nagyon-nagyon jó dolog, ugyanis a fatuskóból kapunk fát, meg van esélyünk arra, hogy mézet kapjunk. És a méz a vírus fertőzést csökkenti, tehát nem fogunk bezombolni, most nem kaptunk sajnos mézet. Kőre is szükségünk lesz, ugye egy kicsikét meg fogjuk kopogtatni ezt a kavics darabot. Mivel minden egyes nap érkezik egy horda, ezért mind lootolás szempontjából, mind pedig nyersanyag szerzés szempontjából is eléggé érdekes lesz a játék, de meglátjuk majd, hogy ezt hogyan fogom tudni menedzselni. Okay. Azt mondja, szükségünk lesz akkor egy nadrágra, egy ilyen kabátra, és a ruhákhoz, egy sapkára, egy kesztyűre és egy cipőre mindegyiket elkészítjük. Felvesszük mind a kettőt, ami a küldetés volt, és egy wooden club lesz a következő, azt pedig majd craftoljuk, és elkezdünk fát kihobogtatni, amíg a maradék ruhákat el nem készítjük, valamint amíg ezt a fa buzogányt meg nem csináljuk. Craft a wooden club, meg is vagyunk, ezt a vízhelyre szépen be fogom pakolni, és ezek szintén jöhetnek fel. A karakterem ezáltal már, hát nem mondom, hogy védettebb, de öltözöttebb lesz, mint ami eddig volt. Egy primitív nyilat kell készítenünk, valamint valamint íjat, és azt már csináljuk is, mennyit tudok, 6-ot, nagyszerű. Az ott egy árnyék, azt hittem, hogy valamilyen állatról van szó. Wooden frame-re van szükségem, és 23-at én most gyorsan le is gyártok, és visszamegyek a fához, megkopogtatom egy kicsit az oldalát annak érdekében, hogy több fát nyerjek ki belőle. Ez lesz most az egyik, hanem a leghasznosabb alapanyag így a játék első szakaszában. Tehát le fogok pakolni wooden frame, az itt tökéletes, ideig lerakjuk, és a kalapácsunkkal fel is fejlesztjük. Campfire lesz a következő, amit gyorsan meg el is készítünk. Lepakoljuk, és kész is vagyunk. 778 méterre van a trader, és most lehetőségünk van elosztani valamennyi pontot, 4 pontot kaptunk. Ebben a játékban szeretném azt előtérbe helyezni, hogy egykezes fegyvert fogok használni, közelharci eszköz, tehát arra akarok rámenni, így a Strange lesz előtérbe hozva. És mivel a staminámat fogom használni, azért, hogy spóroljak meg lőszert, ezért a Sexual Tyrannosaurus-ra rakok egy pontot. A Pummel Pit, ezt még sosem vittem, erre rakok még egy pontot. Csinálok hamarosan egy újabb buzagányt. A Cardio-ra rakok még egy pontot. Hogyha futok, akkor lassabban veszítsem el a staminámat. Valamint, hát vagy szerszámok, vagy pedig Lucky Looterre. Lucky Lootert szeretem a jelenlegi verzióba, a játéknak kicsit átalakították, tehát már nem annyira nem annyira erős, mint az eddigiekben, valamint a loot rendszert átalakították. Tehát most már végig kell menni a játékon belül a különböző szinteken. Végig kell menni így a kőből készült eszközökön, végig kell menni a vasból készült, az acélból készült eszközökön, és gyakorlatilag nem igazán van esély arra, hogy most így az első nap én egy láncfűrészt találjak. Ha szerencsém van, akkor nincs szerencsém, ide kell elmennem. Viszont ez itt egy város, úgyhogy szépen nyakamba kapom a lábom, aztán elrohanok a kereskedőhöz. Az első szemétnél meg is kaptam a Gas Can Recipe-t. Ez egy zseniális pont. Fantasztikus, hogy megtaláltam már így az első receptként ezt az eszközt, ugyanis ez nagyon-nagyon hasznos, hogyha olajat találok, hogyha olajkövet szerek ki a földből, akkor ebből tudok majd az alkimista asztalomnál üzemanyagot készíteni. És az nagyon-nagyon sokat fog nekem segíteni ebbe a játékban. Találkoztunk, hölgyeim és uraim, az első áldozatunkkal. A legelső zombi, aki úgy gondolja, hogy szeretne ledőlni egy kicsit pihenni.
és kaptunk is tőle egy pofon. Wow, talán kicsit hangos a játék. Gyállítok rajta. Oké, okay. Jó, beleordított itt az arcomba. Úgy látom, hogy egy olajvállalatnak az épülete mellett vagyunk. Így van, így van. Az olajvállalat mellett jöttünk el, és negyed kilométerre van. Általában ez szokott lenni, amit most látok, hogy rengeteg romb van, de ebbe a szériába a romnak is nagyon-nagyon fontos szerepe lesz, ugyanis onnan sok mindent kapok, amire szükségem lesz. És még egy zozó, csap egyet, dodge, megkapta a pofont, és így van. Jobb gomb és bal gomb, ennyi a kombináció, amit használnom kell így az egyszerű zombiknak a leterítésére, amennyiben normálisan eltalálom a fejét. És ez eléggé fontos lesz, hogy nagyot, kellően nagyot tudjak ráütni ezekre a srácokra. Szevasz, haver. Így is van. Jobb alsó sarokba megjelenik itt a tapasztalati pont, és innen látjuk, hogy kivégeztük az illetőt. És ott is van a kereskedő. Rengeteg rom. Ezzel majd később fogok foglalkozni ezekkel a romokkal. Igen, úgy látom, hogy ott van egy nagy épületünk. Nekem nagyon-nagyon ismerős ez a térkép. Nekem nagyon-nagyon-nagyon ismerős ez a térkép. Lehet, hogy csak a véletlennek a műve, fogalmam sincs. De hogyha abban az irányban van a következő utca után egy iskola, akkor valószínűleg eléggé kevés fantáziával generálták meg ezeket a dolgokat, ezeket a térképeket. De hát most bekukkantunk a kereskedőhöz, és közöljük vele, hogy megérkeztünk. Ó, szevasz, haver! Úgy látom, hogy már szemmel is tart minket. És a vendégmesének van egy különleges tulajdonsága. Most már bejöttek ezek a cukorkák, ezek a csokoládék, ezek a boosterek, amik például kereskedésre, vagy pedig robbanóanyag sebzésre adnak plusz sebzést, ami szerintem zseniális. Okay, fucker. Hello, Rekt. Lássuk, hogy van-e valamilyen munkád, ami közel van. Itt van egy fetch. 677 méterre. Én ezt elvállalom tőled, barátom. Köszönöm szépen. Van-e valami, amit el tudok neked adni? Szerintem nem. Ezt ide lehozzuk. Arra nekem szükségem lesz. Csinálom még nyilakat. Stone arrow. Hát, ha ez is kell majd. És van már egy méz, sikerült az egyik fából kiszednünk. De még mielőtt tovább mennénk, megnézzük azokat az eszközöket, azokat a dolgokat, amik itt vannak. Oh, duct tape. Helyes. Mixer. Semmi. Egy kis homok. Az most nem kell. Ez pedig jó le... Oh! Intelligencia. Nem foglak kihúzni. Már csak meg kell találnom a Forge-nak a receptjét. Megvan a Workstation. Van még itt valahol egy... ott egy Forge, és... Ó, gyerekek. Ez a kezdés valami zseniális. Elsőként itt van egy üzemanyag. Van üzemanyag, az még akár jól is jöhet. És itt a konyhába találunk-e valamit. Wow! A tesztjátékomba ezt a villáskulcsot 5 napig kerestem. De ez így zseniális. Ez így zseniális. Oké, okay, Alchemist Station fent lenne? Lehet, hogy itt van fent. Ott is van. Destroyed. Lássuk, adj valami jót. Antibiotikum. 25%-os fertőzés gyógyít. Jöhet egy kis húgyos víz is. És nem is kellett volna körbejönnünk, ugye? Á, nem bizony. Valami ruha. Wow. Oké, okay. Perception plusz 1. Fel is vesszük. Hogyha esetleg lövöldözni akarunk, meg hogyha lesz mivel lövöldöznünk, az egy fontos pont. Ez egy nagyon jó kezdés. Ez egy nagyon jó kezdés. Lássuk, hogy hol problémáznak. Illetve, hogy merre van a küldetésünk. Ebbe azért... Ja, igen, valószínűleg ilyen kis házakat kell majd szépen itt felderítenünk. Úgyhogy el is indulok az épület irányába. Csak közben, ami még szóba jött, azt itt meg fogom nézni. Gunpowder. Akár. Wow. Oh, hello, haver. Tisztelt, haver. Egy kis tapasztalati pont. Még mielőtt elindulnék, a felesleges dolgot ki szeretném pakolni. Tehát ide csinálok egy ládát, ami minimális alapanyagba kerül és rendkívül gyorsan elkészül. Oké, okay. Ezt ide lepakoljuk és ide belepakolom mindazt a dolgot, amire most egyenlőre nincsen szükségem. A csontból kést készítek.
tojásbogyó, duct tape, rohadt hús, ezek is mehetnek vissza. A víz az kell majd, a mézet azt is berakom, nitrát, csont ebből későn, a kő az pedig majd javításra. Úgyhogy itt megnézem a recepteknél, ott a bone knife, egy egyes szintű csontkést készítek, és el is indulok az épület a küldetés irányába. Az első nehezebb ellenfél, aminek kell egy kicsivel több pofon. Egy erős támadástól nem is fekszik el. Viszont három erős támadástól elfekszik. Ez egy eléggé könnyű POI. A Scamson Grocery is eléggé egyszerű lehet. Lássuk, van-e valami. Igen. Köszönöm szépen. Nem fogom most foglalkozni vele, egyszerűen csak kirútolom ezeket a kocsikat. Remélem, hogy szerencsés leszek, és a kereskedőtől mit kaptunk? Winter Clothing, Puffer Coats, így van. Oké, ezt pedig széjjel szedjük. Oké, arra nem megyek el. Próbálok fókuszálni, és kizárólag abba az irányba haladni, amerre a küldetés van. És amint visszaértem a küldetéstől... Oké. Oké, szeretem ezt az épületet. Ezt használtam már védekezés szempontjából. Abszolút gazdag, és rengeteg cement van, rengeteg kő, rengeteg homok, nagyon sok építkezési alapanyag van. Tehát, hogyha a bázisomat mellé akarom valahova lepakolni, valamelyik épületet tegyük fel felhasználni, vagy szabad területet, akkor ez horribilis mennyiséget biztosít számunkra. És helyben nem állunk valami túlságosan jól, de szeretnék nagyobb lootot hazavinni innen. És talán felkelni. Talán szétszerek néhány dolgot, mint például a követ, de nem hiszem, hogy a cementet és a cobblestone-t erőltetni fogom. Az első éjszakán, az első hordánál mindenféleképpen a fát fogom preferálni. Na, halló, valaki? Ott is van. Munkás barátunk. Ennyi. Ez a pofoszkodás. Oké, körbe kell mennünk, csak itt körülnézünk. Van esetleg valami itt ezekben a szekrényekben, hát ha találunk valami hasznosat, esetleg még egy kulcsot, és szét tudjuk szedni, vagy jobbat találunk és el tudjuk adni, ez egy nagyon-nagyon jó lesz. Csőre most a játék első szakaszában nem igazán van szükségem. Tovább jövünk ebbe az irányba, és... Halló! Ott van egy dobozunk. Itt van egy helyi lakos. Így is van. Talán Shotgun Messiah. Hát vagy alapanyag lesz, vagy egy... vagy egy puska... te. Jó, nem figyeltem egyébként, hogy ilyen... Most már tényleg a ládát ütöm. Most már nem lesz baj. Átlőszert kaptunk, illetve amit még el tudunk adni. Ezek nagyon jók, a Steel Club párcok nagyon jók. Szeretnék a lehető leggyorsabban Steel Clubot készíteni. Ide lent is van néhány vendégem. Hello fiú! Felkelni! Ketten vannak konkrétan. Egy mínusz. Látjátok? Tele van! Tele van alapanyaggal. Ott van még egy barátunk. Őt is megkínáljuk ezzel a buzogánnyal. Mások van-e valami érdekes? Semmi. Itt valami érdekes. Szétszedjük. Az feltétlenül szükséges lesz. Valamint egy táska. Ó, nagyon jó. Ezt felvesszük, a kutyakaját pedig elrakjuk. Jó lesz majd holnapra. Mert még így az első nap nem... nincs semmilyen szükséglet, amit ki kellene elégíteni. Egy kis üres üveg. És nitrát. Konzervdoboz, azt majd szétszedjük a vasért. Hát jó, a lámpát is elvisszük. Még hasznos is lehet. Mert általában egy lámpamodot szoktam felrakni a sisakomra. Hello fiúk! Felkelni! Hello!
Ott is van. A falbontó szövetkezet meg is indul. Egyszer. Kétszer. Háromszor. És kezdjük előről. És elfogyott a stamina. Ugye ez a veszélyes így ebbe a játékba. Na gyertek fel. Az is veszélyes, hogyha mellé ütünk. Jó van. Hey! Mind a ketten nagyon ügyesek voltunk. Szuper! Annak még lesz egy kis ideje, amíg azt ott kibontja. Lássuk, hogy ide lent mi van. Mekkora lap volt ez. Semmi. A kedvencem. Semmi. Oké. Okay. Lássuk a lőszert. Shotgun töltény, az nagyon jó. Igen, most már a sint, azt szigetelő szalaggal tudjuk elkészíteni. Tehát kicsit változott az is. Jó, oké. Okay. 20-20, kicseréljük, és a maradékot pedig le fogjuk bontani. Lássuk Working Stiff Tools, valószínűleg kettes szerszámokat kaphatunk, vagy esetleg egy lapátot talán. Ott is van a lapát. Ezt a papírt kidobom, és engine, na, az mondjuk abszolút értékes, valamint a Steel Tour Parts is. Megnézzük, hogy mi van ebben a ládában, mi a main loot, és wow! Oké. Okay. Oké. Okay. Egy Blunderbuster, valamint 5 töltény hozzá. Ez nagyon-nagyon jó lesz. Mindent kiveszünk, és már is túl vagyunk terhelve. Ezt a problémát kell majd így a lehető leggyorsabban orvosolnunk, hogy valójában ne legyen gáz. Mert minél inkább leterheljük magunkat. Block damage, azt mondja 21-es, ez csere is. Ezt lebontjuk, és block damage 42. Block damage 42, tehát oké. Okay. Megoldottam a problémát, szétszedtem azt, ami nálam volt. Alapanyagok közül mi az, amit szétszedhetünk és nem kell, ezt felvehetjük egyszer. És ezt pedig lebontjuk. És a növény pedig szépen kifogjuk, át fogjuk ide pakolni. Jó. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy ennyi volt ez a történet. Szétszedhetném az összes dolgot, ami itt van. De nem fogom most ezzel az időt húzni. A küldetést próbálom meg megcsinálni. Oh, hello, haver! Viszlát. Köszönöm szépen a megjelenést. És még egyszer végig fogunk menni így ezen a házon. A játék első szakaszában, amikor túl sok időt nem kell még a bázissal foglalkoznunk... Oh, kimegyek itt, amit kinyitott nekem. Ami nem kell a bázissal foglalkozzunk, addig problémamentesen lootolhatunk kétszer. Hogyha már jóval több időt kell arra szánnunk, hogy itt a bázist rendbe rakjuk, akkor már nem tudunk kétszer lootolni. És ez lesz a problémás is. Oké, okay, nagyszerű. Azt ott szétszedhetnénk, csak nincs nálunk a villáskulcs. Tojás, nincs tojás. Na, viszont a tollat kivehetjük, még annak használt vehetem. És... oké. Okay. Frissítettem ezt a POI-t. És ez egy működőképes mixer. Bár eléggé messze van. Nem tudom, hogy mennyire kivitelezhető a dolog. Szegek. Oké. Okay. Rengeteg breszre lesz szükségem, szegekre viszont most még nincs. És azt fogom csinálni, hogy ami most így nem kell, konkrétan, ez mondjuk pont kell. Csak fel kell majd töltenem a Blunderbustert. De ezekre nincsen szükségem, és majd válogatni fogok, hogy mit viszek tovább. Így. Vízre sincs úgy konkrétan. De menjünk fel, és még egyszer végigjárjuk a POI-t, hogy valójában mi minden tartogat nekünk. És meglátjuk majd, hogy mennyi lesz az idő felkelni. Hogy is van? Jé, barátom! Na! Elfogyott a staminánk. Azért. A játék első szakaszában ez az egyik legnagyobb kihívás. Legyen elég kitartásunk. Hogy úgy harcoljunk, hogy ne menjünk bele felesleges helyzetekbe. Led, oké. Okay. Az is kell majd. Ezt szétverhetjük, remélve azt, hogy egy megfelelő tárgy van benne, de általában a WC szokott lenni, vagy egy, oké. Elrakjuk. Egy kis varró készlet. Hello, haver. Na, még egyszer. Úgy is van.
Jó. Na. Akkor. Ah, hova raktam? Valahova lepakoltam. Nem tudjuk ide rakni. Semmi gond, felmenjünk a másik oldalt, nem akarok szétverni. Még egyszer. Így is van. Kettő darab ilyen plafon darabot, kettő ilyen mennyezeti elemet. Úgyhogy most a shotgun-em ezt száját. A kettes. Mindimics 15. Á, jó, egy kis fa. Apró örömök. Oké, ez most egy scrap volt, ugye? Ez egy scrap volt. Igen. Fantasztikus. Jó. Zseniális. Ennek nagyon-nagyon örülök. Rossz gombot nyomtam, de szerencsére tudom pótolni így ezt a hiányosságomat. Főleg így kettő darab gazra van szükségem. Meg egy rakatkőre. Egy rakatkőre. Jó, ezzel most értékes időt vesztettem. Ami eléggé kellemetlen, ugyanis 10 óra akkor be fog kopogtatni hozzám a banda. A követ pedig magamnál tartom. És egyes fejszével kell tovább menjek. Áttalálok még egyet. Nem az est akartam használni. Nem mindegy. Egy gyertya. Az jól jöhet, hogyha látni szeretnék valamit így éjszaka. Hello srácok! Ott is van egyes és kettes. Hello haver. Hello. Kicsit nagyobb a védelme ennek a zombirak, úgyhogy több pofonra van szüksége. És úgy igényli is, kéri eléggé rendesen. Pénz az jöhet, a rothadt penészes kenyér nem igazán kell. Most nem akarok vele foglalkozni. És jöhet a legarmor is. Változatosság kedvéért megint van odakint valaki. És igen, ezt hagytam ki az előző körben. Herbal antibiotik. Oké. Okay. Még hogyha meg is pofoznak a zombik, akkor is meg tudom magam gyógyítani. 3 eszközzel. Acid, az is nagyon-nagyon jó, nagyon hasznos. Üres üveg, az majd vagy megmarad, vagy nem, de valószínűleg inkább nem. Egy kis kaja, egy kis vas. Lássuk a sportáskát, 16 óra 24 van. Egy flashlightom már van, üres üveg, az viszont jöhet. És fönt az emeleten van a csomag. De én a lootért szeretnék lemenni. Hello fiúk! Hé! Gyertek srácok! Oh! Hello haver! Fekszik. Na? Ki lesz a következő? Szuper! Hárman vannak mindenféleképpen. Kikerüljük így a srácot. 25 staminánk van. Picikét várja. Picikét! Úgy is van. Hopp. Out of stamina. Masszívabb a srác, mint az előzőnek. Ennyire volt csak masszív. És javítás pedig az a betű. Oké. Okay. Na lássuk, hogy miket találunk. 16 óra 40. Szerintem egészen jó időben vagyunk, csak keresnünk kell majd egy épületet, ami biztonságos. Kettő darab páncél is van, amit felvehetünk. Valószínűleg az egyiket fel fogjuk venni, de lassít minket. Ezt szem előtt kell tartani. Mind a kettő fantasztikus. Lockpicking most már elérhető. Most lássuk a gyógyszereket. Legyen valami jó, az nem kell. Alkoholra most még így nincsen szükségem. Az Iron Arrow-ot lebontom, viszont a kőnyilat azt elrakom. Working Stiff Tools. Lépcsőnek a másik oldalára fogok mozogni azért, hogy ne lepjen meg senki. Köszönöm szépen, Stone Axe. És ami az érdekesség, hogy kaptam Force Steelből 8-at. Ez zseniális. Wire Tool-t szétszerem szimplán azért, mert kapok érte 135 vasat. Most még nem kell használnom a játék első szakaszában, és mivel a teherbírásom nem a legfantasztikusabb, ezért sem fogom magamnál tartani. Krumpli és tojást fogom választani. Ezeket kiviszem attól függetlenül, berakom majd a központi helyre. Ja, oké, még fent van. És kibontom még ezt a Working Stiff Tools-t, megnézni, hogy bármilyen szerszám, ami használható jelen esetben rendelkezésemre áll majd-e. 42 hasonlóan, és Force Steel, 21 Force Steel. Ez gyakorlatilag átidalta a játéknak egy eléggé nehéz szakaszát. Ez zseniális. Még egy Blood Buster, amit ide kipakolunk. Jöhet, ezt lebontjuk. Armor Pocket Mod. Ezt mi felvesszük, ezt lebontjuk, ezt kérjük, ezt is, és a shotgun töltényeket szintén. Ez egy jó kör volt.
Megpróbálok mindent visszavinni. Fél hat. Ja, még plusz egy helyre kalkulálnunk kell. Itt a... a küldetéstárnak is. Oké. És merre? Ott is van. Itt van szem előtt, csak hogy mindenki észrevegye. Fantasztikus. Szemétből esetleg. Ó, oh, köszönöm. 243. Ez zseniális. És mi most szépen lelépünk a francba. Nem fogok elkezdeni itt bontani. Nem fogok elkezdeni, mert nincs rá időm. Még vissza kell érjek. Ami valószínűleg hosszabb idő lesz. Hello, haver! De ide vissza lehet jönni azért, hogy kipucoljam ezt a helyet, mert rengeteg alapanyagot tartalmaz. Level 2. A level 2-nél pedig Lucky Looted Treasure Salvage Operation Lockpick level 2-nél talán a Heavy Armor az nem lenne rossz. Durability-t annak Crafting Army. Stamina, esetleg amit kapok, ami jól jöhet. Ugyanis fejlesztenem kell a Strange-et, hogy tovább tudjak menni. Archery, Advanced Engineering, nem, ez pedig már nem valid. Cardiót, azt is szintén fejlesztenem kell. De talán a Strange-re fogok rámenni, ami fontos lesz. Minor 69, ez is nagyon-nagyon jó, de most még nem akarok ebbe az irányba gondolkozni. Úgyhogy a pontom az mindenféleképpen a Strange-re megy rá. Kettes szintű lett a Strange-em, növelve így a sebzésemet is. Valamint a felszerelésemnél mondjuk ide bepakoljuk ezt a pocket modot. Ez nagyon jó, mert plusz egyel több mindent tudok elvinni. Most lássuk, hogy mi az, ami fontos, azora nem kell. Csontkés az nem baj, hogyha nálam van. Ezt a land claim blokkot itt tudom hagyni. A tojás az 5 darab van, azt meg tudom majd főzni, az üzemanyag nem kell. Cső, kaját, azt viszem, ezt is viszem, a cooking potot is mindenféleképpen viszem, lőszert is, a távcsövet, az engine-t, a brass-t, és már is ott vagyok, hogy 10-zel vagyok leterhelve. Jöhetnek a tollak, és lóvé, led, túlpárc, 6 túlpárc, és ez nem kell, ez viszont kell, ezt gyűjtöm, mert eléggé nehéz összeszedni. Shotgun lőszer, így is van. És vas. Oké, okay, szuper. Nos, hölgyeim és uraim, 18x13, nem biztos, hogy le tudom adni most a küldetést, viszont mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy visszaérjek a kereskedőnek. Vagy nem. Vagy nem. Lehetséges, hogy ezt a napot... Igen, már villámlik. 18 órától elkezdődik a riasztás, hogy itt balhé lesz, gyerekek. Itt nagyon nagy balhé lesz. Most az első nap a játéknak a game stage az 2. Tehát ez a szorzó azzal kapcsolatban, hogy mennyi zombi fog jönni. És ezt a game stage-et még problémamentesen ki fogom bírni egyszerűen csak fával. Úgyhogy lehet, hogy választok egy abszolút könnyed épületet, körbebarikádozom magam, és majd csak holnap fogok elindulni vissza a kereskedőhöz, és a kereskedőnek a településén fogok megfelelő épületet találni annak érdekében, hogy megvédjem magam. Több alternatíva is van, amit választhatok. Az egyik akár ez a faépület, de ezt eléggé könnyen szétverik, ami mondjuk nem meglepő. De könnyen tudom javítani, és könnyen be is tudom védeni. Vagy pedig... Hát az is faépület, de az emelettel számolhatok. Igen. Jó napot, hölgyem! És visszát. A grocery-n gondolkoztam. Nemes egyszerűséggel csak megerősíteni. Úgyhogy bekopogtatunk, megnézzük, hogy mi újság van errefele. Hello, srácok! Hello, Mo! Na! Azért! Van-e valami? Ohohohohoho! Wow! Zseniális! Még több lőszer! Fájdalomcsillapító, ez kell, hogyha nagyon eldurvulna a helyzet. És még egy kis kaja. És szeretem ezt fogom választani, hölgyeim és uraim. Ugyanis oda le tudok rakni egy storage-et. Így van. Annak a helyére. Úgyra fel. És ide mindent ki tudok pakolni, amire konkrétan nekem most jelenleg nincsen szükségem. A küldetéstárgyat nem tudom kipakolni. És a gyertya az még jöhet.
Szeretném ezt felvenni. Lassulni fogok. De az jelen esetben annyira nem nagy probléma. Led Buster az maradhat. Ez is mehet ki. És a gyertyát pedig le fogom pakolni valahova. Mondjuk úgy. Oda. Nagyszerű. Az ajtót ki fogom nyitni, és amit szemét, azt el fogom takarítani. És a kérdés az, hogy itt van-e pince. Padlás. Erősített ajtó. Ezt el tudom barikádozni. Azt onnan eltakarítjuk. Az ablakokat... Ezt a részét szintén el tudom barikádozni. Vagy a másikat. Oké. Ott tudok harcolni. És ki kell mennem fát vágni, csak először az emeleten megnézem, hogy minden rendben van-e. És aki esetleg problémázik. Ennyi. Na. Micsoda vendég szeretet ez. Ojjajajajajajaj. Hogy is van. Valaki még? Könyveszekrények vannak. Azt mondja, hogy mit kapok. The brass, okay. Az ajtókat, hogyha széjjel szedem, akkor kapok belőlük egy kis brass. Ez nagyon-nagyon jó lesz. Lássuk a dobozt. 15 darab lőszer. Az emelet miatt ez nem rossz. Van a lépcső? Ide fentre. Hát nincs. Mondjuk azt, hogy nincs. Mondjuk azt, hogy nincs. A szék az mindenféleképpen jó, mert könnyű faforrás. Nincsen semmi. Hordóba szintén. Ezt itt becsukjuk. Az ott üres. És itt még tovább mehetünk az emeleti részre. Emlékszem, az előző széria elején itt töltöttem az éjszakát. Most is itt fogok, csak harcolni fogok. Valameddig. Oké. BD utap. Hát egyből. Köszönöm szépen. És futócipő. Helyes. Helyes. Ez a szék ide nem kell, ezt szétszedjük a gazért. Ez eléggé jó kezdés. Bicycle handbar. Na, hogyha hasonlóan jól fogunk működni, akkor lehet, hogy gyorsan össze tudunk rakni vagy egy biciklit, vagy egy minibike-ot. Nem itt töltöttem, csak ez hasonló volt. Úgy van, gratulálok magamnak. Fantasztikus ugrás volt. Itt van egy kis kő, amit szét tudok szedni, valamint cobblestone. Aha. Nagyon örülök ezeknek a madaraknak. Ennek a madárnak. Itt fog nekem majd harácsolni. Aminek annyira nem örülök, mert elég idegesítők tudnak lenni. Shenway food. Jöhet a Shenway sandwich is. Szépen lejjebb fogunk sétálni. Igen. Azt hiszem odakint van valaki, aki kellemetlenül érzi magát. Feltöltöm a fegyveret. Fegyverem. Ezt a fegyvert is. És szerintem meg fogom kínálni valami aprósággal a kintieket. Főleg a madarat. Hello, haver! Éljen. Kettő lőszer elment így a francba. Gyere, haver! Viszlát! Volt itt valahol egy zombi. Ezeket innen... szélszedem. Nem tudom összeszedni. Ebben rengeteg szalma. Oh, Lois! Köszöntelek. Viszlát. Lehet, hogy nem ez most a legfontosabb, srácok, lányok. Most, hogy így belegondoltam rövid úton. Az itt nekem nagyon-nagyon jó lesz. Az legalább ott be van védve. Ez pedig itt üres. Lássuk, erről az oldalról találunk. Fantasztikus. Ha fára van szükségem, ez egy zseniális. Ez egy zseniális pont. Nagyon-nagyon sok fát össze lehet szedni ezekből a farakásokból, és aránylag könnyen ki is szedhetők. Itt van. 100 fa. Fantasztikus. Emléletileg ki vagyunk takarítva, ugye? Még nem. Itt még folytatjuk. Lőszer meg pénz. Mind a kettő nagyon-nagyon szuper. És mint ahogy látjátok, eléggé rosszak a látási viszonyok. Ezt akarom majd szépen kiküszöbölni. Még egy szekrény. Üres üveg. Nem fáj szívem, hogyha azt nem fogjuk összeszedni. És kimegyek még, itt volt néhány fa. Ezt elkezdem megkopogtatni. Annak érdekében, hogy szedjek össze még több fát.
Ugyanis a játék első szakaszában ez az egyik legtöbbet használt alapanyag. És ahogy majd a game stage-be megyünk fölfele, ugye ez ki fog szépen cserélődni. Mindenféleképpen vissza akarok menni az előző faluba, ahol voltam, ami fél kilométerre van innen. Mert ott a kereskedőnél van egy működő forge, amit tudok használni a kereskedő nyitvatartásakor. Illetve megvan a receptje a workbenchnek, workstationnek. Úgyhogy azt pedig meg kell majd csinálnom mindenféleképpen. Kaptam fenyőtobozt. Még egy 1200-as. 21 óra. Mhm. És valószínűleg a védelmet a hatch technikával fogom megcsinálni. Fogom alkalmazni. Wooden hatch, ebből csináljunk kettőt gyorsan. Egyet fogok lepakolni. Csak hogyha mégis kellene még egy, akkor tudjak még egyet alkalmazni. Ez egy zseniális technika. 21 óra 13. Kell majd idő mindenféleképpen, hogy felfejleszem a dolgaimat. De ez egy nagyon produktív nap volt. Kettő fegyvert szereztem. Plusz még ott van az íjam. És kész. A magokra most nincsen szükségem. Az majd a későbbiekben lesz úgymond fontosabb, de hogyha ezen a területen vagyok, akkor itt rengeteg fa van. Okay. Ajtót, hogyha becsukjuk. Azt hiszem, hogy ezt is széjjel kell verjem. Mert ahhoz, hogy lerakjam itt a hatch-t. Így van. Az ajtótól meg kell szabadulnunk, srácok, lányok. Ez most minket csak zavarni fog, és a lényeg az, hogy a zombik ide akarjanak bejönni. Ez egy eléggé fontos pont lesz. Az ajtó erősítést ide is szedtük róla. A hátsó ajtót, azt valószínűleg vassal meg tudom erősíteni. Oké. Okay. A hatch-t pedig úgy fogjuk lepakolni, hogy kifele nézzen. Így. Oké. Okay. És nincsen vasunk, de itt van, aminek határozottan örülök. Ott is van. Oké. Okay. 300 élete van. Ezt majd javítani kell folyamatosan. Lássuk, hogy hol vannak még problémás helyek. Az ott jó. Ezt tovább tudjuk fejleszteni. Valahol felkeltettem valakinek az érdeklődését. És ezt a hatch-t pedig szerintem ide lepakolom. Így. Ha esetleg áttörnek az ajtón is, legyen időm reagálni. Így van. A falat viszont problémamentesen széjjel verhetik. Ó, aranyom. Még nem jött el az ideje annak, hogy itt bekopogtassál? Van még 5 percem. Semmi gond. Oké. Okay. Újra töltöm a fegyvereimet. És elkezdődött, hölgyeim és uraim. Na gyertek, srácok! Az első horda. Hello, aranyom. Az első megvan. Azt a kritikus találatot. Igen, úgy látom, hogy ott problémák vannak. Eléggé rendesen. Egyéb helyen nem nagyon hallom a zombikat. Tehát lehet, hogy csak ennyi volt. Az első nap. Hát akkor... Lőjünk egyet így a nagy világra. Úgy is van. Na. Csak eltaláljuk. Az első nap nem szokott nagy kihívás lenni. Erről van szó. Azért is szoktam nemes egyszerűséggel egy ilyen épületet választani, amit egyáltalán nem nehéz bevédeni. 3 darab zombi jött a game stage véget, és nem okoztak gondot, úgy konkrétan. Viszont már éhes lettem, tehát valamilyen kaját be kellene tolni, és én erre a chilire gondoltam, ezzel csillapítom kicsit az éhséget. Valamint van még vizem, azt a vizet is meg fogom inni.
És hát ezt követően csak annyit tudok ígérni, srácok, lányok, hogy minden egyes éjszaka nehezebb, és nehezebb, és nehezebb lesz. De mivel rengeteg zombival kell megküzdenem éjszakánként, ezért jóval több tapasztalati pontot fogok szerezni, mint amit úgy általánosabban szeretnénk. Tehát a játéknak a stádiuma így ugrásszerűen fog nőni, akár egy este alatt 2-3 szintet is tudunk majd lépni. Úgyhogy következő részben mindenféleképpen keresni fogunk egy olyan bázist, amit ki fogunk hirdetni fix helyként, ami remélem, hogy ott a kereskedőtől nem olyan messze lesz. Nem szeretnék messzire kerülni tőle, vagy pedig építek egyet, ezt még majd meglátom, hogy hogyan fogom kialakítani. Viszont hölgyeim és uraim, ez az új széria, amikor horda érkezik minden este, itt a 7 Days to Die-on belül. Úgyhogy hölgyeim és uraim, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Uno voltam, és mint mindig, találkozunk! Szevasz! We'll be right back.